Sziasztok, Zaglóba vagyok. Újra jelentkezem a Shogun 2-vel. Ugyan régen csináltam belőle videót, hát most én közben játszottam egy kampányt, itt látjátok, 133. kör. Hát nem haladtam valami hú, de nagyon, ugye ez szintén a Dart módot viszem. Ugye ez a Dart mód, ez egy összeállítás, különböző módok, módosítások vannak összeválogatva a Darth Vader által, aki hozzáteszi a saját beállításait, ugye főleg scriptelésre kell gondolni, de a grafikával ő nem foglalkozik, csak játékmenettel. Hát a hatodikkal nagyon érdekes kampányt lehet vinni, azt remélem látjátok, hogy tulajdonképpen az egész területeim három részre vannak bontva. Itt láthatjátok a kezdő területet, itt középen, ugye majd meg fogom mutatni a térképen. És itt a hódításaimat, ez volt az első, nem. Ide, ez volt az első hódítás, az Ikoiki klánt és egy lázadó frakciót, egy buddhista lázadó frakciót tettem itt a láb alól, és így megszereztem az Ikoiki területeit. Aztán itt pedig, ugye ez már egy következő hadjárat, ahol most is egy nagyon durva háború dúl, ezt akarom bemutatni nektek. Nézzük akkor gyorsan a betöltést. Addig elmondom, hogy hát szándékomban áll ez a Shogun 2-ből csinálni egy hát végigjátszás szerűséget. Ugye én a végigjátszásokkal úgy vagyok, hogy én nem tudok végigjátszani egy kampányt. Főleg akkor nem, hogyha már tudom, hogy győzök. Vagy hát, hogyha már nincs ellenfelem, ugye ez már a Róm 2, vagy a Róm 2? A Róm 1 óta betegség nálam, hogy például, hogyha már világhatalomra törtem, és tulajdonképpen én döntöm el, hogy mikor milyen háborúk legyenek, meg bárhol be tudok avatkozni, akkor már csak úgy poénból meg szoktam tartani egy mentést, egy darabig, aztán már akkor végén lehet előse veszem már utána, törlöm végleg azt a mentést, hogyha már én világhatalom vagyok. Hát az Empire-ben sajnos ugye ott megint más a helyzet, de abból is lesz majd egy videó, meg majd egy ilyen értékelő, meg kérdezős videó. Meg itt is lesz majd egy kérdésem ebből a videóban. Na, majd a végén, hogy végignézzétek, vagy a végére pörgessetek. Szóval, ez az Ikoiki. Vagy Ikoiki, Hattori klán. Most már teljesen az Ikoikit akarom kipróbálni legközelebb. Tehát azok itt voltak, itt láthatjátok, ugye a kezdő területeit. Na, az én kezdő területem ugye itt volt, ez a város. Ez az Iga nevű frakció. Hát igen, Igába vagyok. Igába kerültünk. Na. A Shogunátussal állok szövetségben már kezdetektől fogva, és vele együttműködve, igáztam le a fővárosomról, is elnevezték ezt a szót. Igáztam le a körülöttem élő klánokat. Hát olyannyira, hogy látjátok, hogy itt a Shogunátus két területtel rendelkezik, egyébként kinagyítom a térképet, és akkor jobban meg tudjuk nézni. Tehát ez volt az első terület, amit megszereztem, itt láthatjátok. Azt mondja, hogy ezt elfoglaltam, ezt a négy tartományt. Sorozatos háborúk dúltak, ezt a tartományt, ezt a szigetet rengetegszer elvesztettem. A legtöbb ellenségem így száll először partra, a hatalmas inváziós flottákat partra téve. Legutoljára ez a Hatekayama nevű frakció, vagy klán tett partra itt egy hatalmas inváziós sereget. Hát most jelenleg ugye háborúban állok velük, és itt már mindjárt mutatom, hogy miért érdekes ez. Ugyanis nekem ugye, mivel szövetségben vagyok az Ashigara, vagy Ashigara Shogunátussal, itt láthatjátok ugye szövetségesen. Kereskedni egyelőre nem kereskedek velük, azt nem is értem, hogy miért. Adjunk. Come. Ja, lassan eljutok oda, hogy... Ja igen, mert a Dateklánnal úgy tudtam csak szövetséget kötni még a jóval előtte, hogy már felbontottam a kereskedelmi egyezményt a Shogunátussal. Na, mint láthatjátok, a Hatekayamákkal állok hadban, mással nem. De hát itt van már egy fenyegetőző frakció is, ez pedig nem más, mint a Sateke. Ők is támadni fognak, sőt, itt már három elég nagy sereggel jönnek. Ugye a hatodikról azt kell tudni, hogy ninja klánról van szó. Tehát nekem van egy olyan, itt láthatjátok, ilyen épülettel rendelkeznek alapból. Egyébként ezt úgy foglaltam el, itt van. Egy ninja épület, ez a Smuggling Network. Ugye ez a
ez a kém hálózat, vagy hát ilyen besugó hálózat üzemeltetése. És hogyha egy ilyen tartományba húztok föl ninja képző épületeket, mint ahogy én is itt tettem, ugye ezt a bűnöző szindikátust felhúztam. Az itt képzett ninják kapásból 3-as szinten indulnak, igen. És 4 elosztató ponttal. Kutya meg belehorkol a felvételbe, remélem nem hallatszik bele. Na, tehát nagyon érdekes kampányt vívtam eddig a hátorikkal. És megmondom őszintén, hogy talán én jobban szeretem a takedákat. Tehát ugye őket már ki is írtották egyébként, ahogy az odákat is. Nem én írtottam ki. Tehát én az imagavákat írtottam ki, meg a tokugavákat. Hatalmas népírtást rendeztem. Hát igen, itt egy csata lesz, azért is jelentkezem most. Hát látjátok, hogy kik ellen lesz a csata. Tehát szinte esélye nincs a gépnek most jelenleg, de annyi ellenséges sereg állott, hogy folyamatosan küldenem kell az erősítéseket. És közben néznem, hogy a birodalmon meg össze még álljon. Mert nagyon nehéz fenntartani a békét egy ilyen szétforgácsolódott birodalomban. És nagy hajőrségeket kell fenntartanom, a kereskedelmi pontjaimat folyamatosan támadják. Tehát folyamatosan vesztem el a bevételt. Hát most jelenleg ott tartok, hogy elég szép bevételem van. Sikerült a nulláról felállnom újra. Úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek a hátorit, aki kihívásra vágynak. Hát nem láttátok az elejét. Nem nagyon vagyok én végigjátszás párti. Lána itt van, például be tudom mutatni, hogy ez egy frissen képzett ninja itt. Látjátok, hogy még nincs semmi képzettség, de már harmadik csillagnál tart. És kapásból ugye egy adhatok neki. Egy ilyet. Egy kísérőt. És ugye 4 pontot kap. Amint kiképzem. Tehát nem alap ninjákat tudok megképezni, hanem ilyen 3-as szintű ninjákat. Ugye ezek hátori ninják. Egyébként a ninjáknak köszönhetem, hogy akkora birodalmam van, ugye ezt mondanom se kell. És olyan beszivárgásra szoktam az elején nagyon pontokat tenni, meg a szabotásra. A bérgyilkosom az van elég. Egyenlőre. És akkor vele tudok mozogni? Nem még. Minden városomban van egy ügynök, az Ikoikit azt úgy sikerült visszaszorítanom. Például itt már ebben az Ikoiki, volt Ikoiki tartományban, ugye már, sőt itt is, sőt mind a háromban 100%-os a buddhizmus, úgyhogy lassan innen is csapatokat vonhatnék ki, ha nem félnék attól, hogy ez a Date is itt majd elkezd engem támadni. Eléggé két esélyes a dolog. Hát úgyhogy marad itt ez a... Itt ezt a területet pedig addig védenem kell, amíg nem szerzek annyi pénzt, meg annyi sereget, hogy itt tovább tudjam folytatni a terjeszkedésemet. Vagy partra tudjak szállni, ugye a Hatakayama frakció... mindig frakciót mondok, pedig ez nem ugye szó. Klán területén. És ugye megszüntessem a fenyegetést, de ugye annyit még hozzátennék, hogy itt láthatjátok például, hogy amint én elfoglalok két tartományt, azzal kivívom a sógunátus rosszallását, ugyanis már akkorával fejlődök, hogy ugye veszélyt jelentek magára a sógunra. Na, hát ennyit kell tudni, tulajdonképpen itt a családot láthatjátok, ez már a második dámjó, ugye az első meghalt. Vannak a testvérei, ugye két vezért fogadtam örökbe. Ez egy 58 éves, egy 66 éves, ők lassan kikopnak, de a hűségük megkérdőjelezhetetlen. Meg ugye van egy örökbefogadott tábornok, aki azért amolyan, hát 49 még erre egy teljében van. Van egy 14 éves fiú, egy 16 éves lány, akit férhez kéne adni. De hát majd meglátjuk. Itt pedig majd létre tudok hozni épületet. Hát most jelenleg farmot kell építenem, hogy legyen élelmem, mert egy mínusz egy van, látjátok. Na hát én ezt a sereget most legyőzöm. Igen, a hátorikkal nagyon fontos, ugye ezt vártam, meg ezt szerettem volna bemutatni nektek.
Ugye a hátadik a legfontosabb az éjszakai csaták megbívása. Ugye ez a takedáknál nem lehetett látni, ez csak a bizonyos klánoknak a vezérei rendelkeznek a Night Fighter képességgel, ugye az éjszakai harcos. Hát most bemutatom nektek, hogy milyen egy éjszakai csatatér, remélem, hogy nem lesz gond. Nézzétek meg a számszerű különbségeket, és nézzétek meg az esélyeket, tehát mennyit jelent egy Ashigaru meg egy szamuráj hadsereg. Na hát nálam így néz ki egy elit haderő, még annyira nem, még lehetne jobb, majd lesz jobb. Ezt a haderőt nem szabad elveszítenem, tehát folyamatosan megpróbálom szabotálni itt a körülöttem álló nagyobb seregeket, és egyesével megsemmisíteni őket, tehát ez a taktikám. Pontosabban a stratégiám, a taktikámat azt most fogjátok látni. Bár a Ashigaruk ellen taktikát nem igen kell alkalmazni, ugye rájuk kell rohanni minél több oldalról, meg ott itt a völgy, itt van egy ilyen kis marha jók a Shogun 2 térképei, tehát nekem egyre jobban tetszenek. Hogyha a Rome 2-ben is ilyen térképek lesznek, mint a Shogun 2-ben, azzal már nem lőnek nagy bakot. A Rome 2-re vissza annyit csak, hogy továbbra is fenntartom a véleményemet, hogy az első két az első három hónapban nem érdemes megvenni. Érdemes vele várni. Persze, aki folyamatosan akar szenvedni majd vele az elején, meg átkozódni a bugyuta dolgok miatt, amiket elkövetnek a félkész játékkal, az csak tegye meg. De hát fanatikusokat megértem. Én is az vagyok, de én abból vagyok fanatikus, hogy nem veszek meg már Total War játékot a megjelenése után közvetlenül. A Rome 2-t előrendeltem, pedig, na még ezt hozzá, előrendeltem, de lemondtam, hogy ezt is elmondtam már sokszor. Na nézzétek meg, hát hogy is mondjam csak, a grafika az über, tehát én úgy gondolom, hogyha már éjszaka, sötét éjszaka van, akkor várjunk egy kicsit. Hát ha, na így mindjárt jobb. Tehát éjszakai csata a Shogun 2-ben, kérem, gyönyörű, tehát lampionokkal, tényleg nagyszerű. A grafikát levettem, nézzétek el nekem, a fraps alatt le kell vennem, még mindig nem érkezett meg a végéjám. Úgyhogy, talán két hónap türelem, mert kérek szépen, amíg hájom vagy útrán tudom futtatni a videókat, mert a játékokat, a Shogun 2-t, vagy a Empire-t, vagy a Napoleont. De hát az úgyis egy külön videó lesz majd a Ultra vagy a High beállításokkal, és ugye a Skyrim is. Tehát év végéig egy olyan hardware-t fogok összerakni, ami tényleg ultra minőségű videókat tudok majd közzétenni. Addig is lesznek videók természetesen, de ugye nem annyi, meg kicsit lehet, hogy röccenni fognak a videó alatt a játékok. Úgyhogy ezért elnézést kérek, meg türelmet kérem a vas. A vasak beérkezéséig. Na, ne pofázzál nekem ügyességet az öreg a pádruk. Na, nézzük. Hát igen, ezt mondtam. Tehát ez a csatatérkép, ez valami zseniális. Tehát nézzétek meg a hold. Kár, hogy van hold. Mondjuk, hogy nem lenne hold, akkor nem lenne értelme csatázni. Mert ugye nem lehetne látni semmit. A Rome 2 szárektumba víztem egy olyan csatát, hogyha a légiósoknál nem lenne fákja. Én nem láttam az ellenséget, annyit láttam az ellenségből, volt egy rejtőzködő egysége, hogy a rejtőzködő egység úgy volt megcsinálva a scriptelés, vagy a nem is tudom minek hívják, hogy elrejtette a fákját, rejtőzködött. Vagy én nem, vagy most hülyeséget mondtam, valahogyan már alapból ilyen csak egy fákjára látszott. De hogyha az egy fákja nem látszik, én azt sem tudtam volna, hogy ott az nem fák, vagy bokrok, vagy valami, tehát na mindegy. Tehát olyan vaksötétséget azért ne várjatok, persze esőben kellett volna, de esőben meg élvezhetetlen lett volna a videó. Na, ennyit erről. Hát hogyha gondoljátok, én szívesen csinálok majd egy tetszőleges csatát esőben, meg hóban, szélben, villámlásban is. De komolyan mondom, hogy élvezhetetlen. Nem is az, hogy élvezhetetlen.
nektek élvezhetetlen lenne, mert nem látnátok semmit. Én élvezném a csatát, mert ugye én vívnám, én szenvednék, de abszolút élvezhetetlen. Tehát olyan szinten élvezhetetlen, hogy nem is tudok szavakat jobbat mondani. Meg nehéz is. Persze, egyértelmű, nehéz. Jaj, a puskásaim vannak. Na, még úgyse, a hatodikkal még úgyse puskáztam. Most itt az alkalom. Ez mi? Dobja ránked. Jó. Majd mindjárt megnézzük, hogy mik ezek. Hát igen, látjátok, hogy én nem hazudtottam meg önmagammal, továbbra is lovassági fölényben bízok, mint általában mindig. Én nekem a lovasság az olyan, hogy én azzal komplet csatákat tudok megnyerni, meg akarok is megnyerni, mert lovasság párti vagyok. Lovassággal... most vittem egy olyan múlti csatát, azt remélem fölvettem. De lehet, hogy nem vettem föl. Vesztettem, az igaz, vesztettem. De olyan múlti volt az, hogy egy erőd volt, egy ostrom, meg, ja, meg volt egy győzelmem is, az is nagyon érdekes volt, de az... Abban is azt írta nekem a srác, egy angol srác, valami fiatal gyerek, azt írta, hogy ilyet még nem látott. Tehát egy ilyász egységem maradt a végre, és azzal megvertem. Na mindegy, tehát ezek ilyen kitekintések. Jó a multi. Sokkal hülye, az igaz, de vannak jó. Igaz, hogy multiba vannak olyanok, hogy nálam ugye fönn van a Dart mód, és valamiért össze-vissza kevereg a multiban is, pedig van Dart mód multi beállítás, de a Dart mód multinek a ködje az olyan szintű, hogy akárkivel játszom, én alig látom az egységeit, csak az ászlóit látom, semmit nem látok. És vívtam egy olyan csatát, ami ki kellett lépnem, de egyszerűen nem láttam semmit. Meg ugye két sereg volt ellenem, úgyhogy nem is volt esélyem már végén. Na, csak ennyit akartam. De az erőd az félelmetes volt. Ott három lovassal. Jó, múlt itt sem nagyon vívok már, mert ugye ott a 60, ott 100 egység van egy, vagy 150 katona van egy egységben. Nézni is rossz. Úgyhogy, na, közben felállítottam. Na igen, mindjárt majd visszatérek a múltira. Battle Realism mód. Most láthatjátok működés közben. Semmi térkép, se kijelölő négyzetek, se tűztáv, ha rákattintasz az egységre, semmi. Csak az ászló. Ha fölé viszed a kurzort, vagy hát az egeret. Tehát ez a Battle Realism. Jó, azért van FPS-em is. Jó, a frame nem esett le annyira. Itt láthatjátok a... az ilyász szamurájukat. Hát sötétben is gyönyörűek. Szépek a csillogó páncélok. Kicsit soknak érzem a csillogás, bár holdfényben. Valóban csilloghattak ennyire szerintem a szamurájuk páncéljai. Hát ez az... És médiumon is nézzetek meg, hogy mennyire szép. Akkor nem tudom, milyen lesz majd ultrán. Tehát... Türelem lesz itt olyan Ultra Showunk 2 videó, hogy meg az új procival olyan 10-15 ezer fős csaták lesznek, hogy álltok, hogy itt úgy kell majd összeszedni magatokat. Bár biztos láthatok már nagy csatákat, de azt megígérhetem, hogy nálam az lesz a cél, hogy minél grandiózusabb csatákat mutassak be. Olyanokat, amik még nem voltak sehol, se a YouTube-on sehol, se a még láthatóak. Hát biztos, hogy jó voltak ilyenek, például az Empire-ba beraktak 16 vagy 56 ezer embert, vagy mennyit, 50 ezeret, de ugye az csak egy teszt, hogy mit bír el a motor, de én csatákat, konkrét csatákat szeretnék úgy bemutatni, hogy tényleg 15 ezer ellen, főleg Empire-re gondolok, itt a Shogunban itt ilyen 10 ezer ellen gondolok. Hát így is megvan majdnem, ugye most 10 000-en vagyunk a magán a csatában az ellenséggel együtt. Hát ennek a dupláját szeretném majd megvalósítani. Hát remélem, hogy össze fog jönni még idén. Hát rajta vagyok az ügyön, csak hát ugye azért nem olyan egyszerű ez. Ugye sok minden közbe jön. Ugye nem
sajnos nem úgy vagyok, hogy csak úgy Retrox veszek egy 40-50 ezres videókártyát, vagy esetleg drágábban. Pedig csak annyi, és nálam csak egy videó, ugye a videókártya lesz csak 40, vagy hát 40, hát inkább 55. Proci lesz 60, vagy hát ha, nem is tudom meg hirtelen mit mondani, mert nem döntöttem el, hogy mit veszek. Tápot kell vennem, plusz, hát mondjuk a ROM-ot azt, azt ilyen, hogy mondjam, gömbös, vagy gombos villával szórják már, tehát a ROM az olyan szinten van. Meg ugye egy új vinyót, valószínű, hogy egy SSD-t, nem, vagy hát a franc tudja, lehet, hogy úgy lesz, hogy egy SSD-t fogok beszerezni a rendszeremnek, és ez a vinyó, ami most van, ez a terás Samsung, ez fog bedolgozni a Fraps alá, meg minden alá. Meg és akkor egy ilyen 250-es vagy 300-as SSD-vel megfuttatni a rendszert. És az év végéig ez a terv. Bár lehet, hogy hoppálá, hoppálá, hoppálá. Azért vigyázzunk, fiúk, vigyázzunk. Jó, ez a Battle Realist mód. Ez... ugye ez beépített módja a Shogun 2-nek. Nem. Nem modderek készítették, tehát nem rajongók, hanem maga a... mondjuk ez egy alap, tehát ezt beállításoknál is lehet eszközölni. De... így egyszerűbb. Na. Hát nagyon fölállt. Az igazság, hogy azt kell csinálnom, hogy simán rátörni szemből. Még mielőtt az íjászai nagyon megritkítanák a sorokat. Ez ott mi? Az bóásugáró, azt kenjük szét. Vezérrel. Jó, megközelítem a parton itt ezt a falut. Már lő valami. Vagy rosszul hallottam? A kampány, vagy a térkép az csodálatos. Igen, a füvet azt én levettem, ugye direkt protizabáló, semmi értelme. Közelről, hát majd mondom, az új vasak beérkezése után. Ilyen very high ultra beállításon. Ott már lesz fű, meg minden. Az ott a háttérben egy város akar lenni, szerintem kivilágítva. Egy gyönyörű, egyébként csak a térképet nézem folyamatosan. Gyönyörű, ott az a másik a túlparton lévő város láthatjuk, mert megnézzük a kampány térképen, hogy melyik volt az. Ez itt mi? Rejön, ez igaz. Na, és most van az, hogy roham. Semmi várakozás, egyből roham. Kifutni ezerre, simán lenyomjuk őket. Lovasságot vissza. Jó, még messze vannak. Noda csikkel is ide. Lesz itt minden. Szerintem lenyomjuk őket elég gyorsan, de... hát igen, lovassága, hátba támadjuk őket. És elvileg meg is vagyunk. Ja, hát a puskások meg ugye adják a hívet folyamatosan. Örülök, egy kicsit megfeledkeztem, de ők nem zavarnak minden különösebben. Puskásokat az otomoklánnal majd szerintem lehet be fogom mutatni, sőt. Hát igen, lovasság, sok támadás, ugye a szokásos módszerem.
ezzel pillanatok alatt meg lehet törni a legnagyobb alakulatot is hátulról, főleg égbe. Hát a dámjók azok ugye szokás szerint elsöpölnek magukkal itt mindent. Kicsit azért vonuljatok vissza. Puskásokkal megritkítjuk a járikat. Hát igen, ennyi. Nem is közelítek rá erre a csatára, már fölösleges. Összeroppantom őket. Támadás. Teljesen összeroppantottam szerencsétlenek. Hát jó, nekem is vannak veszteségeim, melyik csatának, melyik csatában nincsenek, de... Ezt kérem így, parádé. És futnak. Hát így kell csatát gyorsan a Shogun 2-ben lejátszani. Lehetett volna itt manőverezgetni. Nincs értelme. Csak azért folytatom le ezt a csatát, mert... meg kell semmisítenem az összes egységet. Nagyon nehéz a Battle Royale módban üldözni. Egyrészt, amikor már nem látod a seregeket, akkor nehéz. Amúgy, ugye nem látod a menekülő egységeket, például ilyenkor, akkor rendkívül nehézé válik az üldözés, de főleg ugye éjszaka is van. De ez meg van nyerve ez a csata. Tehát pillanatok alatt az elit egységek elsöpölnek mindent. Ugye lehetett volna itt olyanokat, olyan taktikákat ugye alkalmazni, meg harcászatot, hogy... Jó, azért így is nézzetek meg, hogy van ám veszteségem bőven. De ugye lehetett volna itt így harcászkodni, hogy előre vonni a... Ugye itt azért kellett gyorsan támadni, ugye gondolom láttátok, ugye mivel sok volt az íjász a Shigaru. Tehát, hogyha most így lassan megközelítettem volna, átkaroltam volna, meg Isten tudja miket csináltam volna, akkor ugye csak annyit értem volna el, hogy jobban megritkítják az íjászok a soraimat. Hát én ezt nem akartam, így egy masszív mészárszéket hoztam létre, egy nagyon intenzív gyors rohammal. Úgyhogy ennyi tulajdonképpen. Nem is figyeltem a lövedékes egységeimre, megmondom őszintén, mert nem is kellett. Hát láttatok, hogy így is a derékhadhoz vonva minden ellenséges erőt két oldalról a lovassággal felemésztettem őket. A takedáknál is azt szoktam csinálni. De hát nagyon gyorsan. Sőt, Napoleon taktikája is megállja a helyét a Shogun 2-ben. Igaz, elit seregek ellen, tehát hozzám, ehhez az én seregemhez hasonló seregek ellen nem annyira, de az Ashigaruk ellen tökéletesen. Ugye ez a össze kell törni a derékhadat. Tehát abszolút minden egységet, ezt a négy szamurájt, meg a két Yari szamurájt, meg a két Naginatát is rohamban rá kell küldeni az ellenség derékhadára. A Naginaták nyomuljanak előre, tényleg így. Ha lehet egymás mögött, vagy a nódacsik, még jobb. Egy nódacsi nyomuljon előre, vagy kettő. Két oldalon után kövessék mind a két oldalon kettő-kettő szamuráj. Utána a két oldalon pedig fedezni a lovassági oldaltámadás ellen fedezőnek naginaták, vagy jarik vonuljanak. És pillanatok alatt át lehet törni a legerősebb seregnek a gerincét. Ugye a derékhad, és miután a derékhadot megtörtük, utána gyorsan az egyik szárnyom fölényt képezve ugye megtörni az egyik szárnyot, utána megtörni a másikat, és megvan a győzelem. Tulajdonképpen ezt a taktikát alkalmazta Napóleon, ez volt az egyik legzseniálisabb taktikája, amit szerintem elég mindenki azt mondja, hogy ismeri Napóleon taktikáját, de hát valójában Napóleonnak ez volt a taktikája. Tehát mindig a megfelelő helyen, megfelelő időben kellő túlerőt alkalmazni, megtörni egyetlen cseregrészt,
majd utána átnyergelni. És nézzetek meg, fel van gyorsítva a csata, és még nincs vége, mert ugye egy egység még ott azt hiszem menekül. Na mindegy, nézzük meg, ott vannak. Na látjátok, ez a battle learning, nem látom, hogy mit, hogy hol kéne üldöznöm. Vagyok vissza. Nem láttam, abszolút nem láttam. Egy fő, és ott az erdőből menekül, és azért nem láttam. Na ez a medium grafika, nézzük meg. Így is látható, szép virágok, kisebb cserjék, bokrok, kis fák. A fák is elég tűrhetően néznek ki, hát vannak ilyen zöld szárú fák, ezeket nem ismerem, hogy mi akar lenni. A fű hiánya az egy kicsit egy szembetűnő, de mondom, ez már megszínik. De így legalább élvezhető gyorsasággal fut a videó. Szerintem így is kihúzva a kamerát, így is szép látványt kapunk. Ez engem, ez a ilyen föld megjelenítés, texturázás, kicsit a Skyrimre emlékeztet. Akkor ugye a távoli részeket nézzük. Aztán mit lehet még a grafikáról? Hát... ez a médium, még egyszer mondom. Igen, közelről már azért szépek a fák. Távolról ugye ilyen zöldesre vált a száruk, ezt nem értem. Ez lehet, hogy a Dark Mode-nak a hibája. Igen, vannak érdekes fény effektek. Aha, ott vannak még, nem? Ja. Nézzük meg az egységeket még, nézzük meg például akkor ezeket a... mi ez? Marshlock Samurai. Hát érdekesek. Ezek pont nem azok. Itt vannak. Ez a Marshlock, ez egy nagyon érdekes fegyver volt. Na és vége. Pont mikor elkezdtem volna, de azért még látjátok, hogy elnézést, hogy így elhúzódik az üldözés. Hát ez is része a Battle Learning módnak, a bemutató kedvéért állítottam be. Hát igen, ez a matchlock, ez egy ilyen... én a pisztoly meg a puska keverékének tartom mai napig, nem tudom. Nem puska, de ugye ez a kovács, ez a régi, ez a... egy kanócos, én nem is tudom megmondani. Mondjuk a kanócos lenne, akkor ugye füstölnie kéne célzáskor, meg itt egy kanócot kéne föltekerve lenni. De... semmi gond. Én is várom már egyébként, hogy megjöjjenek a vasak. Tehát ugye az említett okokból erre még várni kell. Na, hát ez volt az első csata, amit láttatok. Remélem még egyet be tudok mutatni. Azért nem akarok túl hosszú videókat. Bár azért az egy óra szerintem még bőven elmegy. Ilyen játékból meg főleg. Na igen, hát azért itt majdnem felmurzsoltak egy szamuráj egységet. Főleg aki a bal szárnyon volt. Jó, hát annyit elértem, hogy a vezérem szintet lépett. Igaz, hogy mindjárt meg fog halni. 58 éves. Igen, a defendinget választjuk, mert valószínűleg az erődöt kell majd védenem. Adjunk neki egy pontot. Igen, lovassági parancsnok, ugye. És akkor adjunk neki siege pontot, hogyha... Van siege pontom. Igen, itt most megcsináltam volna azt ugye, hogy olyan parancsot adhattam volna ki neki, ami ugye azt teszi lehetővé. Hát én ezeket összevonom itt most, nem érdekel, hogyha megszűnik egy egységem. De ezt az íjászba kell vinnem a városba. Vagy az erődbe. Na, tehát ahogy a stand and fight, ugye ez az, amikor négyzetbe állnak a vezéri egység katonái, és ugye ott helyben pusztulnak el. De ugye annyit lekaszabolva az ellenségből, annyit csak lehet. Na igen, itt jön az erősítésem. Hát sajnos hajóval nem tudok... Na, nézzünk egy tengeri csatát. Milyen egy... hú, basszus. Milyen egységek lehetnek ezek? Nem engedem meg, hogy... megtámadja a kikötőmet. Hogy lezárom a kikötőbe vezető utat. Így kell lezárni. Fantasztikus! Ezek valószínű íjász... mi ez? Íjász kobaják lesznek.
Na, hát most kíváncsi vagyok, hogy most mit akar? Ó, jönnek a szerzeteseim is. Igen, hát az Ikoiki tartományokban ugye szerzetesi buddhista templomokat kellett emelnem. Itt láthatjátok. Most már kolostorok. Hogy az Ikoiki gyorsan le tudjam ugye szerelni, mint vallást. De ugye ezáltal viszont fanatikus szerzetesi egységekre is szerzettem, illetve szerzetes ügynökökre. Na. Én a hatakájamákkal megpróbálok békét kötni. Kíváncsi vagyok, hogy belemennek-e. Hatalmas veszteségek után, meg pofonok után bele szoktak menni. Fizetni nem akarok nekik. És elfogadták. Nagyszerű, tehát a hatakájamák le vannak szerelve. És ezzel valószínűleg elértem azt, hogy a szeteke is megoldja. Pedig barátságos klán meg fogja gondolni, hogy nekem ugorjon-e. Szerintem ők inkább ide tartanak. Erre a... Ugye én is ezeket a szatomikat akarom leverni, mert egyszer orvú lámtámadtak. És két... Nem, ez a szövetségese. Inkább megvédeni megy a szatekere, adjam meg. Egy hatalmas... Vagy egy két hatalmas sereget raktak partra itt. Pontosan ennél a partszakasznál. Ugye látjátok, hogy mint a Normandia lenne, csak Japánban. Meg ez. Tehát csak ez partaszállásra teremtették ezt a területet, mind a kettőt. Meg itt is, ezt is. Tehát ez a félsziget, ez a legnehezebben védhető, látjátok itt is a partaszállás. Szihely. Legnehezebben védhető területek egyike a Shogun 2-ben. Én is folyamatos háborúkat vívok, ha most támadna valaki, biztos, hogy elveszteném. Igen, a legutóbbi háborúmban, nem, tehát nem ebben, nem a most legutóbbiban, hanem az előttiben. Mind a két tartományt elvesztettem, ezt is, meg itt ezt a várost is, és onnan álltam föl, tehát most azt látjátok. Tényleg még egyszer elnézést kérek, hogy én a végjátékosokat már nem annyira preferálom. Nem vagyok híve a végjátékosoknak, ugyanis van olyan kampány, amit hogyha én most végjátszásként mutatnék be, akkor elhúzódna akár évekig nem, de hónapokig is. Amíg én szenvedek egy kampánnyal, és ezt bemutatni, meg arról videót készíteni, inkább így játszok, lesz valami érdekes, bemutatom. Hogyha ez nektek így megfelel, akkor így folytatom, de most hogyha akartok látni valamit, hogy játszok pár kört, vagy 20-30 kört valamelyik klánnal, akkor írjátok meg, vagy melyik, vagy a Rise of the Samurai, vagy Fall of the Samurai, vagy az Alapsorgon 2, vagy módot akartok látni esetleg. Még ezen kívül, a Dark módon kívül. Most egyébként meg fogok próbálkozni majd még egy dologgal, addig én pörgetek. Az pedig nem más. Ja, még valamit nem mutattam meg, majd most a következő kör elején bemutatom. Ez a 12 év, vagy 12 kör per év funkció. Szeretném ráhúzni a Dark módra, hát megpróbálom majd megoldani ezt. És annyi lesz. General Convalescent. Mi ez? Following Pale or General Return Duty Clan Capital. Micsoda? Megsebesült, vagy mi? Night Fighter. Igen, ez a legfontosabb a hátaliknál. Jó. Közben itt Mecke szintet lépett. Vagyis hát... Én már ezt rég észre kellett volna, hogy vegyem. Igen, hát én a mecukékkel általában mindig a magisztrátusra megyek rá. Ugye a városokban állomást osztatva őket. Na, a Shogun az mit kever itt? Ez, nem biztos, hogy a Shogun inkább egy vezérnek tűnik. Csak nehogy támadjon, mert akkor elvisz a görcs. Az agyérgörcs kerülgetett már így is a néhány ezelőtti mentésnél. Jön itt egy elég jó sereg magával a Dámjóval. Elég jó invázió sereget fogok itt létrehozni egyébként. Úgyhogy küldöm is a... Hoppá, piros ez a város. Minusz egy. Hát igen, itt valami X-er van. Ja igen, ugye ezt mivel nemrég foglaltam vissza, itt folyamatosan állomásoztatnunk kell csapatokat. Oké, visszaállt a zöldre. Itt láthatjátok a birodalmat, a bevételeket, ugye én folyamatosan magas adón tartom, ameddig csak lehet. Én most nem tudom, hogy jól látom-e, de nézzétek meg a bevételt.
Most én nem vettem észre valamit. Ja, ott van, ott van, ott van, ott van. Ott van, de az mitől van? Az nem semmi. Az nagyon komoly. Kereskedelmi robbanás. Úristen, hát ilyet még nem láttam. Hát ez valami félelmetes. Hát ez mi? Hát most komolyan én szerintem rosszul, azt hittem rosszul látok. Nézzetek meg a bevételt. Ezért rendezést, itt valami történt. Pedig nem nyomtam semmit. Lehet, hogy valami dolgozik. Ja igen, egy programon dolgozik a gépen. És lehet, hogy azért ugrott ki. Na. Hát jé, nem, most erre hirtelen nem találok szavakat. Ez mitől van? Na jó, mindegy, erre majd kitérünk. Ezt én most látom először ilyet. Életemben nem láttam a Shogun 2-ben ilyet még. Ez nagyon durva. És sok mindent láttam ebben. Jaj, nem a hajókat kéne fejleszteni, emberek. Habár elég rá kéne menni a hajógyártásra most, hogy jobban belegondolok. Na igen, itt láthatjátok az irányvonalat, amit felvettem. Hát ez a... Én mindig ezt a bal oldalt, ezt valahogy egy kicsit gyengébben nyomom, és megpróbálok így egy ilyen átló, így látjátok, ez a... így menni. Kicsit jobbra, de azért a bal oldalt is fejleszteni, amennyire lehet. Hát most nem igazán tudom, hogy mire kéne rámennem. Puskásokra nem. Erre se. Sumo tournament. Ez elvesz egy kaját, ez nem jó. Valionums. Hát... erre kéne az igazság rámenni. 14 kör. De a hajók is fontos, inkább a hajókra megyek rá. Megpróbálok tengeri fölényt kialakítani. Na, itt meddig leszek? Még két körig ennyi bevételem lesz. Hát annyi pénzem, ezt belefulladok. Ezt szabotáljuk már ezt a sereget. Nehogy megtámadjon a következő körben. Így van. Most került is. Ninjáimat láthatjátok, hogy... ezt nem szabotáljuk, itt azt a színétre megyünk. Méghozzá megöljük ezt a vezért. Na, tehát... én folyamatosan szabotálok minden ellenséges sereget a határaimhoz, ami a határaimat megközelíti. Rengeteg épületet szabotálok, rengeteg gyilkosságot hajtok végre, ugye? Itt már ez is sikerült, most ne haragudjatok, hogy elnyomtam, de muszáj volt. Ugye rendkívül jók a ninjáim, ugye ez magából a klán erről szól, hogy a ninjákat nyomni kell felfelé, ugye, és majdnem mindenhol ninja épületeket húzok fel, hogy legyen is ninja, és ugye mindegy helyen képzem ki őket, tehát ez olyan, mint a tovább, hogy ez olyan, mint hogyha itt lenne egy ninja kiképző iskola, és innen továbbképzésre küldenék az embereket, és hát a ninjákat ide, ebbe a tartományba, vagy ide, ahol olyan ninjákat képzek ki, akik egyből hármas szinten indulnak. Remélem értető. Na. Full Archery Range. Na igen. Ezt föl kell építenem, mert akkor végre tudok itt banditákat majd létrehozni. Már tudok. Akkor nem is. Akkor egyelőre nem építkezünk. Most megnézzük az építési sort, akkor nem lesz már több csata. Most végignézem az építési sort, hogy hol tudok. Igen, itt van. Oké. Hogy mindenhol felhúzzam a farm épületeket. Amik már 8 kör itt tartanak. Ez pedig micsoda? Fortified, a megerődített kolostor. Egyértelműt kell. Itt egy gabonaváltó. Jó, 10 000-et meghagyunk egységképzésre. Hát ez nagyszerű így, hogy ezt továbbra is itt fogom állomásoztatni az öböl bejáratánál, ezt a hajórajt.
És itt pedig akkor képezzünk még ki hajókat, mert ahogy látom, itt szükségünk lesz hajókra. Egy nagyot, egy ilyen vitorlást, ezt kereskedem, egy vitorlást. Itt az egy ilyen médium buná, az jó. Egy ilyet, meg egy ilyet, és akkor megvan a flotta. Aha, itt közben egy shogunátus zászlaj alatt vonuló sereg. Érdemes figyelni, ugye én a... Én mostanában már mindig kiveszem a... Nézzük meg, hogyha leveszem, mennyi lesz a bevétel. 21. Jó, akkor maradjon 25-en. De a boldogság van. Tehát én már mindig leveszem a gép lépéseinek a figyelését. Az elején érdemes felhagyni. Főleg, hogyha az ember elveszettnek érzi magát még. Shogun 2-ben. Hát én erről már... Nem nyilatkozom. Ugye itt létrehoztam egyébként egy olyan dolgot, hogy ez a tartomány nálam, ugye látjátok, hogy úgy csináltam meg, hogy itt 4 tartományom van, és ez a tartományom, ez a kiképzőközpont. Igaz, hogy nem tudok semmit ott kiképezni, mert csak a... Most ezt hogyan mondjam? Tehát, hogyha fel akarom tölteni az egységeket, akkor ide hátra küldöm őket, és az újakat meg előre küldöm. Tehát lényegében ez a tartomány tölti föl emberekkel az egységeimet, ez pedig ugye az ütköző zóna, ez pedig egy ilyen gyepűszerűség. Pontosabban ez a gyepű, ez meg az ütköző zóna, tehát hogyha fel kell adnom ezt a tartományt, akkor még itt ezen a vékony parcsában mindig meg tudom fogni az ellenséges rohamokat. Ugye még itt nehezebb dolgom van, mivel két oldalról is tudnak jönni. Tehát ezt könnyebben feladom, mint ezt. Ez pedig itt ugye védem ezt a tartományt. Remélem érthető, mit akarok mondani, ha bele is zavarodtam. Na. Egységeket kéne az igazság képezni. Hát nézzük meg még, hogy milyen egységeket tudok képezni, és akkor zárnám is ezt a videót. Hogy akkor nem sokára majd talán jelentkezzek egy újjal. Ami rajtatok múlik, írjátok le nekem, hogy mit akartok látni, hogy folytassam-e ebből ilyen epizódszerűen, vagy inkább az első 30-40 kört akarjátok egy másik lánnal látni, vagy ilyesmiket. Végjátszást nem fogok csinálni, én nem játszok már végig semmit. Legalábbis nem csinálok 40 videót például erről a egy ilyen végjátszástól, mert unalmas. Szerintem. De aztán itt mondjátok meg ti, én nem tudom. Na. Konstrukció. Jó. Na, látjátok, ez egy lovas dolog, ugye itt a hősök, akiknek még mindig kéne ugye épület, ugye amiket föl kéne húzni, ugye akkor látjuk itt pirossal. Hát igen, itt tudom talán a legtöbb egységet kiképezni, itt elég sok mindent, és ugye fejlesztett fegyverrel képzem ki őket itt. Ha jól tudom. Fejlesztett páncélra, nem emlékszem. Jó. Itt ezeket tudom kiképezni. Hát igen, itt sok a lovas. Ezt... Ja nem, bocsánat, itt van. Rosszra kattintottam az előbb. Fejlesztett páncél. És láttátok, hogy én ezt a matchlockoknál használom. Meg ugye itt... itt vannak az ostrom eszköz képző helyem. Meg ugye itt a másik. De itt még tudok járikat is képezni. Meg ugye a naginatákat. Aztán itt vannak ugye a szerzeteseim, ahol az íjászok nagyon jók. Aztán mi van még? Itt a fegyverkovácsok a nagyon jók. Itt is rengeteg egységet, hát nem rengeteg, de jó közelharci egységeket tudok kiképezni. Itt szintén szerzeteseket tudnék, ha lenne Naginata dojo, meg Archery dojo. Mert ugye van... Itt íjászokat és naginatákat tudok. Ugye banditákat, hogyha lesz majd íjász. Továbbfejlesztett íjász. Na és itt egy banditát azért fejleszünk. Vagy képezzünk, bocsánat, mert ez a fejlesztés meg... Ja, meg egy ninját is. Ezek a kisó ninjákkal vívtam egy nagyon jó csatát. 3 kisó egységgel. Itt lehet, hogy megszüntetem a lovassági telepet. Habár nem, mert máshol meg nincs. Ott legyen csak lovassági telep. Na, szóval azért van itt minden. Fejlődik szépen a birodalom. Hát most
Az a 25 000-es körönkénti bevétel, amíg meg lesz, ezt arra fogom használni, hogy nagyon megerősödjek. És akkor egyből lerohanom majd ezt a két klánt itt. Sőt, hármat. Az, igen. Az lesz a következő lépésem. Hát amint érdemleges dolog történik, amit szerintem érdemes bemutatni, akkor újabb videóval fogok jelentkezni. Ja, és ugye egyébként ott láthattátok, hogy ez egy kereskedelmi portra is szertettem egyre. Még nézzük meg azt. Ja, ezt láttátok. Például ugye itt ezt. Na itt látjátok, ez egy hosszú kampányra lett beállítva, amit biztos, hogy nem fogok már megnyerni. Nem is akarom egyébként, nem azért játszok most. Én ezeket sose nem tudom. Én azért játszok, hogy élvezzem a kampányokat, nem azért, hogy megfeleljek ezeknek az elvárásoknak. Meg lehetne csinálni ezt a 40 provinciás, vagy 40 tartományos 1600-as határidőt meg lehet csinálni. De akkor kergetek egy olyan célt, amit nem én állítottam föl. Én felállítottam magamnak a célokat, én azokat követtem, így játszok, kész. Igen, még úgy látszik két körig él ez a Thriving Market. Na és itt láthatjátok egyébként a klán képességet, amivel minden klán ugye egyel indul. Ez a speciális háttori egységek, ugye kisó tréninggel felvértezett egységeket tudok képezni. Igen, nagyon könnyen el tudnak bújni a csatamezőn, és minden ninja 2%-ot kap az akcióira. Na hát ezzel indultam. És nézzetek meg, hogy már lassan két tartomány, vagy három tartomány elfoglalás után, ugye sajnos veszélyt fogok jelenteni a shogunátusra. Na, itt van a történet, ugye itt hogyha valaki kíváncsi rá, hogy mik történtek, akkor itt ugye kalendáriumszerűen végig tud menni, a fontosabb eseményeket végig tudja nézni, nagyon hasznos kis dolog. Szoktam néha nézgetni, hogy mikor voltak nagy csaták, főleg azt szoktam nézni, hogy hát itt majdnem, itt a Close Victory, ugye. De Heroic Victory-t nem nagyon osztogatott eddig, azt pont néztem. Nézzétek meg a békés időszak az eleje, itt egy csata. Szintén a Hatakayamák ellen, akik akkor még itt tartózkodtak ezen a kis félszigeten, ugye amiről beszéltem, ott győztem le őket, aztán a Kitabatekék, ők itt, őket is legyőztem és kitaszítottam a szigetről. Szóval még szintén a Hatakayamákkal vívtam háborút. Na és itt pedig ugye a Tokugawákkal megindult az első háború, majd egy gyors békekötés, aztán ugye itt a Datékkal is volt nézeteltérés, meg minden, és itt kezdődnek valahol, igen, a Satomival vívott ütközetek, igen, itt, ugye a Satomikat igáztam le, és a Satomik egyszer annyira megerősödtek, hogy végigjöttek, itt elfoglaltak mindent. Tényleg így teljesen elfoglaltak mindent. Megmaradt a fővárosom és ez a három tartomány, és onnan álltam föl, és onnan hódítottam vissza tulajdonképpen ezt a három területet. Shogunátussal karöltve, aki szintén visszaszerezte ezt a két tartományát. Meg ezt az egy, itt ezt a hármat. Tehát itt jött, az olyan csaták voltak, itt a Satomi beindult, de volt neki, még ez a terület azt hiszem az övé volt, ez a kettő. Egy három is, ez a három. Igen, én itt állomásoztam. Meg még ez is a Satomié volt itt ez. És jött, és gőzhengerszerűen megindult. Itt partra rakott egy csapatot. A Hatakayamák itt partra raktak aztán egy csapatot, ha jól tudom. Igen, itt van. Itt van. Nemrég győztem le őket. Ha jól tudom. Vagy? Vagy az is Satomi sereg volt? Igen, valószínűleg az is. De mindegy, tehát gőzhenger jött, itt elfoglaltak mindent. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tartományt, meg 2-t a shogunátustól.
És akkor szépen a sógunátussal karöltve két-két, vagy ő egy, én nem, ő kettő, én egy sereggel szépen visszavettük minden területünket. Még szerencsére a sógunátus megelégedett ezzel a kettővel, amit tovább tudtam hódítani, és amit most láttok, ez a felállás, tehát ez, itt ez a rész, ez pár körrel előtt született. Na, hát ennyi lett volna, akkor várom a véleményeket, meg a kommenteket, hogy akkor mi legyen, hogyan legyen, esetleg más játék legyen, Empire-ről is feltelepítettem, Napoleonból csak Great War, hogy abból legyen-e több, Medieval-ből is legyen, vagy Rome-ból, nekem mindegy, megvan az összes totálból rész, tehát bármiből lehet, vagy esetleg abból más játékot akartok látni. Na, tehát akkor nem sokára jelentkezem majd, még azért ezzel a kampánya biztos fogok jelentkezni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!